pázsítás és a vadaspark fejlesztése is megvalósul. Felújított járműlegendák érkeztek 60-ba. Petthes Mirella nyerte a vármegyei versenyt. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 Televízió híradóját látják, Barna Boglárka vagyok, mondom a részleteket. Lezárult a közösségi költségvetés szavazása. Idén több mint 2000-en éltek a lehetőséggel, hogy kiválasszák, milyen beruházások valósuljanak meg 60-ban. Most 5 projekt nyert, a legtöbben a fásításra, a Petőfi Sándor utcai parkolókra, a közvilágítás és a vadaspark fejlesztésére, valamint a népkerti kölyök aréna kialakítására szavaztak. Mindezek megvalósítása hozzájárul a város fejlődéséhez, a közösségi infrastruktúra javításához és az itt élők életminőségének emeléséhez. Összesítették az idei közösségi költségvetés online és papír alapú voksait. Több mint 2000-en éltek most ezzel a lehetőséggel, hogy döntsenek arról, milyen fejlesztésekre költsön a város. Az egyik nyertes beruházás a Bajza József gimnázium mögötti új parkolóhelyek kialakítása, amellyel a közlekedési infrastruktúra fejlesztését segítik, könnyebb és kényelmesebb parkolási lehetőséget biztosítanak majd az autósoknak. Sok szavazat érkezett a közvilágítás fejlesztésére is a Vörösmarty téren, valamint a 65-ös számú általános iskola előtt a Szabadság úti kereszteződésre. Ezzel biztonságosabb környezetet teremtenek majd a lakosoknak. A vadaspark fejlesztésével az állatok lakóhelyeinek korszerűsítése történik majd meg. A népkerti kölyök arénával a 60-i gyerekeknek egy újabb játszóteret alakít ki a város, a legtöbb szavazat pedig a fásításra érkezett, amely a zöld területek bővítését célozza. Ugye ez volt a harmadik közösségi költségvetés, és több mint 2000 szavazatot kaptunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy 5 projekt fért bele a 100 millió forintba, ugye nagyjából ez az 5 projekt 97 millió forintot tesz ki, és egy projekt volt, ami mindent vitt. Ami a közösségi költségvetés történetében még nem volt ilyen, hogy abszolút értelemben és minden értelemben mindent vitt, ez pedig a fásítás, a fásítási projekt. De egyébként, ahogy mondtam, 5 projektről beszélünk, döntöttek a 60-iak, és most elindul ezeknek a projekteknek szépen lassan, ahogyan kell, elindul a megvalósítása, és folyamatosan hírt fogunk adni. Azon kívül én azt gondolom, hogy ez kiváló példája annak, hogy mi együtt döntünk, tehát mi 60-iak beleszólhatunk ennek a 100 millió forintnak a sorsába, és tényleg a számok is mutatják, hogy együtt döntünk. Horváth Richárd elmondta azt is, hogy a következő hasonló akció a 60-i konzultáció lesz, amelynek az előkészületei már elkezdődtek. A kezdeményezést a 60-i Városvédő Egyesület indítja. Veterán járművekkel, szimulátorokkal és kiállítással is várták az érdeklődőket a 60-i Volánbusz telephelyén. Az utazási társaság 2020-ban indította el értékmentési programját. Céljuk az volt, hogy megőrizzék és bemutassák az utókornak a magyar buszközlekedés nagymúltú járműveit. A retrobuszokat tervek szerint legközelebb a múzeumok éjszakáján láthatják az érdeklődők, melyhez idén is csatlakozik a város. A tavalyi retrónap után idén újból láthatóak voltak a járműlegendák a 60-i Volánbusz telephelyén. Az idei esemény fő attrakciója a Volánbusz értékmentési programjának köszönhetően teljesen rendbe hozott Icarus 30-as volt. A nejlon piroskaként ismert típus volt az Icarus első tömegesen gyártott járműve. A II. Világháború utáni évtizedben a kistelepülések ezreit ezek a buszok kapcsolták be az ország vérkeringésébe. A rendezvény másik főszereplője, az Aeropark Repülő Múzeum gyűjteményének legújabb repülőtéri autóbusza, a Centrumbusz volt. 1985-ben a busztársaság ezzel a vadonatúj típussal erősítette a frissen átadott Ferihegy 2-es terminál új szolgáltatásait. Az Icarus gyár külön erre a célra tervezte, és 260-32R típusjelzéssel látta el az autóbuszokat, melyek a Ferihegyi repülőtér és az Erzsébet tér között szállították az utasokat.
Somogyi Tóth Dániel, a légiközlekedési kulturális központ ügyvezetője kiemelte, a járművekben utazók kényelmes távolsági üléseken foglalhattak helyet, sötétített ablakok mögött, a busz hátuljában elhelyezett nagyméretű csomagtárolókban pedig podgyászaikat is el tudták helyezni. Ez a busz, a Valánbusz Kazincbarcika üzeméből került hozzánk, Debrecenen keresztül. Természetesen az eredetiekből már nem volt, ami a centrumbuszokat képviselte, egy se, viszont ez majdnem teljesen típusazonos, legalábbis évjáratra is, illetve kialakítás alapjait tekintve is, viszont ha majd megnézik belülről, ugye ebben távolsági ülések vannak, csomagtartó van, egészen izgalmas dolgok vannak benne, és Debrecenből elkerült Kaposvárra, ahol egy kiváló felújítóüzem foglalkozott az alapjaival, utána visszakerült Ferihegyre, és ott a saját műhelyünkbe a kiváló barátaim, kollégáim, István Tamás, Petre Zoltán és Szegedi Miki fejezték be. A rendezvényen bemutatott felújított autóbuszokat közelebbről is megtekinthették az esemény résztvevői. A 60-i Volánbusz telephelyén lehetőség nyílt beszállni a járművekbe, és közelebbről megvizsgálni a restaurált részleteket. Kamenicki Ákos, a Volánbusz ZRT forgalmi és kereskedelmi főigazgatója elmondta, ma már egyre több veteránkorú autóbusszal rendelkezik a Volánbusz. Nylon Piroska például 70 éves, és sok nehézség adódott a felújítása alatt. Annyi szerencsénk volt, hogy ezt 2000-ben újította fel először a Vértes Volán, akkor két darab autóbuszból építették össze ezt az egyet. Abban az időszakban nagyon sok minden elmaradt, amit most pótoltunk, és igyekeztünk egy 100%-osan gyári eredeti autóbuszt visszaépíteni, az eredeti alkatrészeket beszerezze, hogy annak megfelelőeket, és így épült fel az autóbusz. Ez egy egyévnyes munka van benne a kollégáknak. Hozzátette, a 60-i rendezvényen bemutatott példány maradt már az egyetlen működőképes darab az országban. A retro napon Volánbusz kiállítással is készültek a látogatók számára, amely bemutatta a járművek történetét az 1927-es alakulástól egészen napjainkig. Mindezek mellett egy repülőgép szimulátort is kitelepítettek, melyet a látogatók ki is próbálhattak. Továbbá egy interaktív játék segítségével a buszvezetési technikákat is elsajátíthatták a résztvevők. A program sorozaton a Galga Moped Klub is jelen volt, így Babettát és Pannóniát is láthattak az érdeklődők. A 60-i veterán Verdák pedig csaknem 20 különböző évjáratú személygépkocsit állított ki, így Horváth Rihárd polgármester Volga retro járműve is megtekinthető volt. A tavalyi év folyamán is mi itt voltunk, de akkor csak kilátogattunk és kihoztunk néhány autót. És annyira megtetszett a volánosoknak, hogy idén meghívták a 60-i veterán Verdákat, hogy állítsunk ki néhány autót. Engem mindig megindít, és mindig nagyon jó érzés itt lenni, hiszen itt olyan buszokat látunk, amelyeket egyébként a közúti forgalomban nem, és valóban nagyon szép buszok is vannak kiállítva, különleges buszok vannak kiállítva, és ehhez mi hozzájárultunk néhány autóval, amit mi is közösen a barátokkal együtt kiosztunk. Itt vannak ladák, ugye van Volga, de van Warburg és van Fiat is, tehát viszonylag sokféle autó van kiállítva, és ezt mind-mind mi saját kezűleg újítottuk föl, illetve olyan autók, amelyek vagy felújításra válnak, vagy pedig olyan gyönyörűen megmaradtak, hogy hozzá se kell nyúlni. A retro napon a tavalyi évben bemutatott Bikarusz Bece névre hallgató emeletes autóbusz is ott volt, amely ugyancsak a Volánbusz értékmentési programjának keretében újult meg. Hatvani diák képviseli majd Heves vármegyét a Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Versenyen. A régiós megmérettetésen 15 tanuló indult két kategóriában, így két első helyezett lett. Közülük Pethes Mirella, a 60-i Kossuth Lajos Általános Iskola diákja mehet az országos versenyre. Ez a boríték rejti a Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny vármegyei fordulójának feladatait. A diákok a délelőtti órákban kapták meg a tesztlapokat a 60-i Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ egyik tantermében. Az idei megmérettetésre 15 tanuló jelentkezett, mondta a 60-i Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója. Polonkai Zoltánné hozzátette, az oktatási intézmény 4 éve szervezi meg a környezetismereti verseny térségi fordulóját, azonban a 60-i diákok már régóta részt vesznek az alapos felkészülést igénylő próbatételen. Évtizedek óta versenyeznek a diákjaink, a mi saját diákjaink is, és hát azt meg tudjuk a
azt, hogy a napjainkban még nagyobb hangsúlyt kap, és még fontosabb ez a verseny mindenki számára. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ennyi lelkes diák van és felkészítő tanár, aki ezt szintén fontosnak érzi, hiszen egy olyan összetett versenyről van szó, ami nagyon hosszas felkészítő munkát igényel. Úgyhogy ezek a gyerekek tényleg elkötelezettek a környezet és a természetvédelem iránt. A tanulók két kategóriában indultak. Az ötödikes osztályos diákok közül Rácz Laura második, amíg Medvecki Zsófi első helyen végzett. A hatodik osztályos tanulóknál Petes Patrícia lett a második, és Petes Mirella lett az első helyezett. A Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti versenyre végül is Petes Mirella vehet majd, aki a 60. Kossuth Lajos Általános Iskola diákja. Mirella elmondta, mi a sikertitka. Rengeteget kell tanulni, és időt nem kímélve kell rá készülni. Nehéz. A tanuló azt is elmondta, az iskolai anyagon kívül más forrásokból is gyűjtött információkat. Képekből, meg videókból szintén, meg tényleg ez a felkészítő tanároknak is nagyon sok köszönettel tartozunk, mert ők tényleg segítettek és felkészítettek. Az ünnepélyes eredményhirdetésen minden tanuló kapott oklevelet a versenyen való részvételért. Az országos forduló május 19-én kezdődik, és 3 napon keresztül tart majd. A Mezőtúri Református Kollégium Gimnázium Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda intézményében. Tavaszi játszóházat szerveznek 60-ban a Daliban május 25-én délután 2 órakor. Az eseményen sokszínű tavaszi világ elevenedik majd meg, ahol kézműves foglalkozással, vidám mondókákkal és népi játékokkal várnak mindenkit. A belépés ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges május 19-éig. Régészeti kiállítás lesz a 60-i Lajos Múzeumban. Az ellenségekből kényszer szülte szövetségesek, rómaiak és szarmaták 60 környékén a 3.-4. században elnevezésű új állandó tárlat április 21-én délután 2 órakor nyitja meg. Vég Katalin, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének ügyvezetője. Az eseményen köszöntőt mond Horváth Rihárd polgármester és Kökény Ferenc, a múzeum igazgatója. Zelnik József író-etnográfussal találkozhatnak az érdeklődők április 21-én este 6 órától az Ady Endre könyvtárban. A szerző, aki a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Teremtés Tatarozása című könyvét mutatja be. Az esemény után lehetőség lesz a Zelnik család borainak a megkóstolására is. Kedden kialakulhat zápor, zivatar, hajnalban 5-10, délután 15-20 fokot mérhetünk. Szerdán a változóan felhős napos időben elszórtan záporok még kialakulhatnak, zivatarnak azonban már kicsi az esélye. Délutánra 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken a napos időszakokat időnként erős felhősödés zavarhatja meg, napközben 15-21 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben az Üssed-Üssed Botocskám című mesét hallgathatják meg a gyermekek. Ezt követően a palettában Balogh Béla előadását láthatják az ideális társról, az önismeretről. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!